Tisztelt ünneplő közösség! Szeretettel köszöntjük Önöket Komlós kanapja alkalmából. A meghívóban így szólítottuk meg Önöket. Gyerekek, gyertek haza! Haza Komlóskára! Gyité, potte domi! Domi, do Komlóské! Köszönjük, hogy ilyen nagy számban elfogadták meghívásunkat. Főtisztelendő püspök úr, elnök úr, kedves jelenlévők, kedves komlóskaiak, kedves barátaink! Ismét eljött augusztus első szombatja, páros év is van, és ilyenkor Komlóska napját tartjuk. Ismét meleg van, hetedizítek tűz a nap, és hát volt egy olyan célunk, hogy építsünk egy olyan helyiséget, ahol befér az egész falu. Hát ahol most ebédeltünk, ott 280 főre terítettünk, és hál' Istennek azért tele volt az építmény. Plusz még bent a Ruszinházba és még kint is, tehát jóval 300 fő fölött fogyasztottuk el az ebédet. Úgy gondolom, hogy Komlóska egy olyan hely, ahova érdemes eljönni, ahol jól főznek, ahol szép a táj, barátságosak az emberek, finom a bor és a pálinka. És hát olyan nemes gondolatokat hallunk, mint dr. Keresztes Szilárd püspök úrnak a prédikációja. Hát ezen nevelkedtünk, mi fiatal komlóskaiak. Ezeket hallgattuk, ezeket a prédikációkat Keresztes Szilárd püspök úrtól, Ivancsó pancsóktól, Iski pancsótól, Bíró pancsótól, Szikora pancsótól. És hát valahol ez a közösség meg tudott maradni hitében, összefogásában, egyéniségében, és mi is úgy gondoljuk, hogy a püspök úr is mondta a templomban, hogy Komlóska egy különleges világ, egy különleges vidék, és ennek a vidéknek egy különleges varázsa van. Nem csak a 40 ünnepünk, amit ma is ünneplünk, kurszínváltozás ünnepe, hanem azok az emberek, akik ebben a közösségben élnek, akik a mindennapjaikat itt teszik és dolgozzák le, akik már értünk, dolgoznak és főznek, takarítanak, szállítják az ételt, mozgatják a kisvonatot, hangosítják a zenét, és fellépnek és műsort adnak. Ezek vagyunk mi, komlóskaiak. Az ember sokszor elgondolkodik, hogy érdemes-e itt maradni, érdemes-e itt élni ebben a kisfaluban, és mindig azt mondjuk, hogy igenis érdemes. Mert addig vagyunk az Isten háta mögött, amíg meg nem értjük, hogy a Jóisten tenyerében vagyunk. És az a szemlélet, ha eluralkodik rajtunk, akkor teljesen másképp látjuk a világot. Most itt a rendezvényen is volt egy vendégem, akivel májusban találkoztunk a filmszemlén, és annyira beleszeretett Komlóskára, hogy most elhozta a barátait és a családját. Erre szoktam azt mondani, ez a Komlóska vírus. Fertőzünk, terjesztjük ezt a gondolatmenetet, ezt a gondolatvilágot. Van, aki az oltár előtt, van, aki pedig itt a színpadon, van, aki pedig az egyszerű lényében, van, aki íróként, költőként ír Komlóskáról, és megfogja az embereket, és nagyon sokan nem hiszik el. Volt egy előadásom a Felvidéken, amikor beszéltem Komlóskáról is, két év múlva eljött egy előadásomat hallgató személy, és azt mondta, hogy akkor meghallották az én beszédemet, akkor azt mondták, hogy ez biztos, hogy nem így van. És hát addig-addig motoszkált a kedves hölgyben a gondolat, hogy eljött megnézni Komlóskát, hogy tényleg úgy van, amiről beszéltem. És tényleg úgy volt. Egy összetartó, barátságos, iparkodó közösség, akinek nagyon sok barátja van. Előbb-utóbb mindenki komlóskaivá válik. Legyen az nyugdíjas, legyen az fiatal művész, legyen az filmrendező, vagy legyen az a cég, aki ide telepedik. Előbb-utóbb komlóskaiakká válnak, mert ez az életforma, ez a gondolkodás, az egymás iránti tisztelet, az egymás megbecsülése és szeretete, az átragad. Ez egy zárt világ, ahol csend van, nyugalom van, békesség van és egymás iránti tisztelet. 2014-ben, augusztusban álltam itt Önök előtt, akkor is ilyen meleg volt, legalábbis nekem, Önöknek nem, mert behúzódnak az árnyékba. De akkor is itt voltam, és beszéltem arról, hogy milyen sok szép dolog történt velünk az elmúlt két évben,
csak tőmondatokban tényleg néhány gondolatot, mert van, akivel nagyon ritkán találkozunk. Nem sokkal később, szeptemberben 62 fővel voltunk Svájcban, Vázban, Európa legsikeresebb falujában, ahol átvettük a falu megjutás európai díját. Kolmoska életében az az egyik legnagyobb elismerés, amit kaphat egy közösség, hogy Európa legsikeresebb faluja lehetünk. Ez nem az én eredményem, ez mindannyiunk közös érdeme, ez a komlóskaiak érdeme, az emplénieké, a magyaroké, hogy végre Magyarország is ott van Európa térképén, és az a falu, amit felszámolásra ítéltek, ma Európa egyik legsikeresebb faluja. Több helyen voltunk elszállásolva, az egyik hely egy felhagyott kápolna volt. És az utolsó nap tudtuk meg, hogy a kápolnában van egy Mária Pócsi kegykép. Számunkra is érdekes volt, hogy elmegyünk 1500 kilométert föl a svájci hegyek közé, és abban a szálláshelyen, ahol a csoport egy része volt, ott Mária Pócsi kegykép van a falon, az volt az oltárkép. Aztán kiderült, hogy ennek az az oka, hogy volt egy nagy lavinaomlás, és nagyon sokan meghaltak. És az első képet, ami Bécsben volt, azt a képet másoltatták le, és azt vitték el a falujukba, hogy oltalmazza őket a hasonló csapásoktól, a hasonló károktól. Hát ez is összeköt minket, a Mária Pócsi kép, a szűzanya tisztelete, de mi talán még jobban őrizzük. Mi nem alakítottuk át szálláshelyi, a templomunkat, a kápolnánkat, mi még büszkék vagyunk arra, hogy görögkatolikusok vagyunk, és megéljük a hagyományunkat, a népszokásainkat. Sok minden történt velünk, sokan meghaltak, sokan születtek. Itt vannak most is a legfiatalabb komlóskaiak, de itt ülnek közöttünk a legidősebbek is. Egy héten belül veszítettük el a legidősebb komlóskait, Rozi nénit, és veszítettünk el egy híres költőt, Komlóska szülöttét, Hatinger Gábort. Még nagyon friss az élmény, mind a kettő. Egy mindentudó bölcs asszony, és egy komlóskáért rajongó költő. Mindegy, hogy kiről beszélek, mindegyik komlóskai. Mert mindannyian főszereplők vagyunk, főszereplői vagyunk a saját életünknek és ennek a falu közösségnek az életének. Nem mindegy, hogy milyen példát mutatunk, de úgy gondolom, hogy ezt a példát megtanulják az óvodásaink, az iskolásaink, de már a bölcsödéseink is. Amire nagyon büszke vagyok, hogy létrehoztuk az ország legkisebb iskoláját és az első falusi bölcsödét, és ebbe az ország legkisebb iskolájába eddig közel 1000 gyerek jött el ebben az évben. Így csináltunk az ország legkisebb iskolájából az ország legnagyobb iskoláját, hogy 12 féle modul van, és a helyi emberek bemutatják a helyi életet, hogy hogyan kell falun élni, milyen értékeink vannak, hogyan lehet sajtot készíteni, hogyan kell kecskét legeltetni, hogyan kell kenyeret sütni, bográcsot sütni, és van éjszakai túra is, még sorolhatnám tovább, hogyan ismertetjük meg a gyerekeket, és nem csak a gyerekeket, a felnőtteket is, a gyógynövényekkel, és a helyi értékeinkkel. Hát Komlóskának ez a varázsa, ez a szépsége. Komlóska ettől több talán, mint egy másik település. Komlóska talán ezért ilyen értékes, és talán ezért vagyunk ilyen fanatikusok. Mi komlóskaiak, vallásosan, keresztényen, összefogással, barátsággal harcolunk a közöny ellen, a megvetés ellen, a kiszolgáltatottság ellen, és azt, amit a nagyszüleinknek meg kellett élni, azt már büszkén éljük. Nem lenézetten, hanem felnézetten. Ma már nem lenézik a komlóskait, hanem felnéznek rá, hogy van egy falu az emblémben, aki Európa legsikeresebb faluja, van egy közösség, ami képes az önmaga sorsát a kezébe venni, és tenni azért, hogy jól éljen. Tenni azért, hogy meglegyenek az intézményei, és példát mutatni azért, hogy más faluban, más városban is lehet ezeket a példákat követni, lehet zempléni gondolatokat tartani, lehet óvodát fenntartani, iskolát, intézményeket,
és most is ott vannak a Szent Anna réten, 3 órakor kezdődik az engesztelő szentmise, imádkoznak nemzetünkért, elöljáróinkért, közösségeinkért, a világért, a békéért, és azért, hogy az engesztelő kápolna felépüljön, és a világ királynőjének is a helyét adjuk mi, kongóskaiak, azért, hogy egy világméretű mozgalom Kongóskáról induljon el, és elterjedjen az egész világon. Kongóska erre képes. Egy kis maroknyi közösség képes arra, hogy befolyásolja a világot, de ezt csak akkor tudja, ha önmagát tudja szabályozni, és önmagát tudja befolyásolni, és a személyes példamutatásával, engesztelő életformájával példát mutat másoknak, a környezetének és a világnak. Ezek vagyunk mi, és ezért nagyon nagy öröm számunkra, hogy olyan emberek csatlakoznak hozzánk, és olyan emberek jönnek el közénk, mint a püspök úr, a professzor úr, a megyei önkormányzat elnöke, Lesovics Miklós barátom, a ruszin önkormányzatok vezetői, azok az elszármazott családok, szomszéd települések polgármesterei, és hát itt van az is, az a professzor, akit majdnem forradalom tört ki az első ki mit tud alkalmából, hát ő is kongóskai lett, Haki Tamás és családja. Sokan vagyunk, és kívánom azt, hogy ilyen sokan legyünk és sokan maradjunk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, örülök annak, hogy itt vagyunk együtt, örülök annak, hogy ez az esemény hagyománnyá vált, és minden páros év első szombatján, augusztus első szombatján itt vagyunk Komlóskán, Komlóskai réten. Együtt imádkozunk, együtt beszélgetünk, együtt szórakozunk, és elsősorban építjük a kapcsolatokat és megbecsüljük egymást. A mai rohanó világban erre van szükség, ezért fogadják szeretettel a következő műsorokat, fogadják szeretettel a vacsorát, a zenét, a mulatságot, ami vár önökre, és köszönetet mondok mindazoknak, akik ezt lehetővé tették, azoknak az embereknek, akik most is dolgoznak, a Lacik családnak, akik hajnalban megsütötték a kenyeret és Karcagról elhozták ide, és mindazoknak, akik ezért a rendezvényért ma tettek anyagilag, tárgyi támogatásban, felajánlással, puszta jelenlétével. Köszönöm, hogy ezt megtették, kívánom, hogy érezzék jól magukat. Köszönjük szépen polgármester úrnak a kedves szavakat, most pedig felkérem dr. Keresztes Szilárd püspök urat, mondja el köszöntőjét. Kedves komlóskaiak és Komlóska minden kedves barátja. Amikor tegnap előtt este kaptam egy telefont Budapesten, hogy itt egy csűrnek a megáldásáról is van szó, ami állítólag az én feladatom, akkor mit is tehettem volna? Fellapoztam a magyar nyelv értelmező szótárát, és kikerestem ezt a szót, hogy csűr. Hát találtam ott egy igét, hogy csűr, de az azt jelenti, hogy csavar, csavargat, csűr, csavar, kicsavarja a dolgokat, és mondtam, ez nem Komlóskára való, a komlóskai emberek nem ilyenek, a hegyi emberek nem ilyenek, azok tudják, mi a hideg meg a meleg, mit jelent dolgozni, meg lustálkodni. A hegyi emberek nem ilyenek. Egyszer beszéltem erről, mikor a temető fa feszületét megáldottuk. Tessék megnézni a temetőben azt a keresztet, annak az arcát, arra rá van vésve a hegyi embernek, a hegyi jellemű embernek minden keménysége. No, de nem erről volt szó. Ott van a főnév is, hogy csűr, és ahhoz a szakszerű magyarázat így szól, takarmány vagy termék tárolására szolgáló szellős épület. Igen, én is így emlékeztem rá. Persze. Erről nekem gyerekkori tapasztalataim voltak. Akkor a lelkészi lakás még nem ott volt, hanem a feljáró út meredekén, és ahol most a papi lakás áll, ott volt a csűr,
No, az még igazi csűr volt. Nem deszkákból, gerendákból volt szellősen a falap, zsuppal volt fedve, és tényleg szénát meg szalmát tartottunk benne. És milyen csodálatos volt az a széna meg a szalma. Diákkorunkba, kispapkorunkba, pláne ha társaink, vendégeink jöttek, milyen istenit lehetett ott aludni. Milyen jó volt a jó széna illatban feléledni, felébredni. Hát ez a csűr. Takarmány, vagy táplálék, termény, tárolására szóló épület, mert erre is szükség van, mert az ember, a falusi ember legalábbis, tudja, hogy hogy kell együtt élni embernek és állatnak, fűnek, szalmának, szénának, embernek, papnak, és erre épült az életük. Ez is benne van ezekben az emlékekben. De ezeknek az emlékeknek egy számomra már olyan régen kedves kis vers adja meg az igazi értelmét. Arany Jánosnak van egy 4 soros verse. Életem 66. évébe, köt engem a Jóisten kévébe, betakarít régi épült csűrébe, vet helyettem más gabonát cserébe. Csodálatos kis vers. A csűrben, a takarmány helyében benne van az emberi élet. Mi nem csak emberek vagyunk, akik élvezzük, vagy kihasználjuk ezt a földet, mi egyszer mind az Isten ültetvényei vagyunk. Mi vagyunk a széna, szalma, a szépség, a virág, az árnyék másoknak. Nekünk is azt a szolgálatot kell tenni egymás iránt, amit ez az áldott konóskai természet ad. De mindnyájunknak tudnunk kell, egyszer az Úristen abba az örök csűrbe gyűjt be mindnyájunkat. Amíg itt élünk, becsüljük meg a csűrjeinket. Igyekezzünk emberként élni, igyekezzünk a szeretetet hinteni, jól érezni magunkat ezen a földön, mert akkor érezzük jól magunkat Isten ígéretében, a mennyországban. Én kívánom komlóskaiaknak, legyen igazi csűrjük, ez a csűr, amiben most ebédeltünk, kapott már falakat, meg ablakokat, de kívánom, hogy mindig maradjon nyitott, szellős, vendégfogadó, mert ez az életünknek az igazi öröme. Köszönöm figyelmüket! Köszönjük püspök úrnak a jó kívánságokat! Most pedig felkérem Török Dezső urat, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzat elnökét, köszöntse a komlóskaiakat! Püspök úr, polgármester úr, hölgyeim és uraim! Tisztelettel köszöntöm Önöket Borsod-Abaúj-Zemplén megye közgyűlése és a magam nevében komlóskai nap alkalmával szervezett ünnepségen. Azt gondolom, Komlóska egy rendkívül dinamikusan fejlődő település. Köszönhető ez Köteles László polgármester úrnak, a képviselőtestületnek és az itt élőknek. Azoknak a szorgos itt élőknek, akik minden nap folyamán tesznek azért, hogy ez a település növekedjen, fejlődjön és a jövőben egyre szebb legyen. Én mint kívülről érkező azt látom, hogy csodálatos településük van. Ez a település, ami itt a hegyekkel körbe van véve, nagyon szép. Rendkívül jó az a gondolat, polgármester úr, hogy 2 évente visszahívjuk az elszármazottakat. Nagyon jó, hogyha az elszármazottak visszajönnek. A kérdésem az, mondják el élményeiket, adják át tapasztalataikat az itt élőknek, az itt maradottaknak. Hiszen ezzel tovább bővülhet a település. Minden olyan jó gondolatot, minden olyan eseményt, ami azt gondolják, hogy Komlóskán megvalósítható, van hozzá pénzügyi fedezet és akarás és tett, mondják el, adják át ezeket az információkat, mert Komlóska több lesz ettől.
Önök pedig, amikor hazalátogatnak, akkor osszák meg élményeiket, mondják el bánataikat egymásnak, hisz két évente van arra lehetőség, hogy találkozzanak egymással. Azt gondolom, ez a nap sok minden másra is jó. Arra is, hogy picit kikapcsolódjanak. A hétköznapi rohanásból egy picit megállva, megpihenve, azt kívánom önöknek, érezzék jó magukat a mai nap folyamán. Az időjárás az adott. Jó szórakozást kívánok önöknek, és Tamási Áron szavaival búcsúzva. Az ember a szívében odavaló, ahol született. Köszönöm megtisztelő figyelmet. Köszönjük szépen! Tisztelt Komlóskai, a kedves vendégeink! Most pedig a legszebb konyhakertek 2014. évi verseny eredményhirdetése és a díjak átadása következik. A legszebb konyhakertek verseny során az alábbi kategóriákat díjaztuk. Balkon kategória, mini kategória, normál, zárt kert 1, zárt kert 2 és zárt kert 3 kategóriában lehetett indulni a résztvevőknek. Balkon kategóriában első helyezést ért el Kis Illésné. Kérem, fáradjon a színpadra, hogy átvegye a doklevelet. Második helyezést ért el Hornyák Péter. Mini kategóriában első helyezést ért el Nagy András és Nagy Andrásné. Második helyezést ért el Kis Istvánné. Harmadik helyezést ért el Haluska Lászlóné, aki ebben a kategóriában a külön díjat is elnyerte. Harmadik helyezést ért el még holt versenyben Fekete Péterné. Kérem, hogy fáradjanak a színpadra. Normál kategóriában első helyezést ért el Rácz József és Rácz Józsefné. Második helyezést ért el Matisz Istvánné. Harmadik helyezést ért el Nagy András és Nagy Andrásné. Zárt kert kategóriában, zárt kert 1 kategóriában első helyezést ért el Fekete Péterné. Második helyezést ért el Pankú Józsefné, aki ebben a kategóriában külön díjat is nyert. Harmadik helyezést ért el Matisz István, aki zárt kert 2 kategóriában második helyezést is elért. Harmadik helyezést ért el Haluska Andrásné. Zárt kert 2 kategóriában első helyezést ért el Fekete Péterné, második helyezést Matisz István. Zárt kert 3 kategóriában első helyezést ért el Fekete László és Fekete Lászlóné. Második helyezést ért el holt versenyben Erdősi Miklós és Puhnyák Péterné, és harmadik helyezést ért el Erdősi Miklós. És azt hiszem, hogy nem mondtam, hogy normál kategóriában volt még egy külön díjasunk, Kovács Jánosné. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel gratulálunk a verseny győzteseinek, és akkor elmondanám még, hogy kik indultak a versenyen. Gratulálunk még Rozgonyiné és Kis Szilviának, Perhács Józsefnének, Kis Szemán Ernőnének, Kis Illésnének, Hornyák Péternek, Puhnyák Gábornénak, Haluska Andrásné, Fekete László és Fekete Lászlóné, Szűcs István, Mezei István, Puhnyák Zsuzsanna, Pásztor Istvánné, Hornyák Péter, Perhács Józsefné, Zajakocki Zsolt, Köteles Lukácsné, Szemán Andrásné, Erdősi Illésné. Komlóska Község képviselőtestülete 2012-ben díszpolgári címet alapított. Komlóska Község díszpolgára cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki helyi közösség szolgálatában végzett kiemelkedően jelentős tevékenységével általános elismerést szerzett, jelentős mértékben hozzájárult a település fejlesztéséhez, társadalmi, szellemi életének, közéletének kialakításához, idegenforgalmi jellegének, nemzetközi kapcsolatainak szélesítéséhez,
Továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. 2012-ben dr. Keresztes Szilárd, 2014-ben dr. Ivancsó István kapták meg ezt a címet. 2016-ban Komlóska község képviselőtestülete a 23/2016-os számú határozatában Komlóska község díszpolgára címet a napokban elhunyt Hattinger Gábornak adományozza. Megkérem a kedves családját, vegye át a díjat. Kedves vendégeink, Hattinger Gábor, ruszin nemzetiségi politikus, költő, író, műfordító, 1958. október 30-án született a ruszin faluban, Komlóskán. Egy négy oldalas önéletrajz van itt, nem fogom felolvasni, mert mindannyian ismerjük a Gábort, ismertük a Gábort, és nem gondoltuk azt, hogy ilyen hirtelenséggel, tudtuk azt, hogy beteg, de nem gondoltuk azt, hogy ilyen hirtelenséggel elmegy közülünk. A nyár elején többször találkoztam vele tavasszal, és beszélgettünk egy rádió műsorban, és egy rádió műsort vettünk föl, amelyet ő szerkesztett, ő vezetett. Fátyolos szemmel, csillogó szemekkel beszéltünk Komlóskáról. Beszéltünk arról, hogy mennyire szeretjük Komlóskát, hogy ő komlóskai születésű, itt élt, itt nevelkedett, és mennyire ragaszkodik ehhez a faluhoz, és mennyire szeretne segíteni ezen a falun. Felemlegettük a küzdelmeinket, Magyarországi Ruszinok Szövetségének a megalapítását a 90-es évek elején, az első országos önkormányzati vezetést, a Magyarok Világtanácsában, a Magyarok Világszövetségében, most a ruszinok világtanácsában való szerepvállalását. De mindig oda jutottunk ki, hogy ő még valamit szeretne tenni Komlóskáért. Beszéltünk arról, hogy filmszemle lesz a faluban, de ő arra most nem tudott eljönni, mert más programja volt, de szervezünk egy másik eseményt, ahol majd ő is eljön a barátaival, a költőtársaival, és valamit csináljunk Komlóskán, valamit tegyünk ezért a közösségért. Hát ha Gáborról kell emlékezni, akkor ez volt rá a jellemző, hogy rendíthetetlenül próbálta Komlóskát képviselni. Neki köszönhető, hogy ma Magyarországon a 13 elfogadott nemzetiség között ott van a ruszin nemzetiség. És neki köszönhető, hogy egyáltalán itt vagyunk a ruszin parkban, Popovics Lászlóval együtt, barátjával együtt találták ki ezt a parkot. Alakították ki, ők adták az első támogatást a ruszin parknak a megépítéséhez, fejlesztéséhez. És hát arról beszéltünk, hogy lesz falunap, és ő is jön. Lesz falunap, és akkor újra találkozunk és beszélgetünk. De ő már készült. Ő mondta, hogy ide szeretne temetkezni. Mondtam neki, hogy ráérünk még majd vagy néhány évtized múlva, de ő csak erősködött. Mert valamit érezhetett. Valamit érzett abból, hogy az a betegség, ami hosszú évek óta gyötörte és ezt türelemmel viselt, az már erősebb volt, mint ő. Igaz, hogy ő már most nincs közöttünk, igaz, hogy ő már nem veheti át ezt a díjat, de a versei, a költeményei, az írásai, azok közöttünk vannak, és ezek a versek, ezek a költemények, ez a munkásság, amit ő végigvitt, az a kurucosság, az a ruszin lelkesedés, ami bő benne volt, azt kívánom, hogy öröklődjön mindannyiunkban. Különleges élményben volt részem a temetés során, akkor volt egy ruszin zászló a temetésen, és ezt a ruszin zászlót valaki folyamatosan tartotta. Egészen addig, amíg el nem hantolták a Gábor barátunkat, és átadta a Lacinak. Most egy kicsit vigyétek ti. Talán ezt tudnám mondani mindenkünk komlóskaiaknak, hogy Gábor azt üzeni, hogy ezt a ruszin zászlót most vigyétek ti.
Mert lehet, hogy néha egyedül volt. Amikor nem választották meg országos elnöknek, úgy magányos volt. De azt üzeni nekünk, hogy van egy ruszin zászló, és vigyük tovább. Hát ezt kívánom a családnak, és fogadják szeretettel ezt a díjat. Nagyon nehéz megszólalni Gábor nevében, mert nem is tudom, hogy igazán mit mondana most. Ami biztos, hogy nagyon boldog lenne, tele lenne szeme könnyel, és azt mondja, hogy megérte. Megérte Komlóskainak lenni, megérte ruszinnak lenni, megérte a ruszinságért dolgozni. Gábért 41 éve ismerem, és mindig ruszin volt. Mindig első volt neki a ruszinság, a faluja, Komlóska és a Komlóska népe. Most pedig megköszönném a polgármester úrnak, a képviselőtestületnek, és a falu összes népének, hogy ezzel a díjjal megemlékeznek, kitüntették őt, hisz valóban egész életében önökért dolgozott. Megköszönöm majd az óvodás gyerekeknek és az iskolásoknak is, mert úgy hallottam, hogy készültek egy-két verssel. Megkérem őket, hogy jó hangosan mondják el, hogy lehet, hogy még Biatorbágyra is elhallani, és hogyha nagyok lesznek, akkor is emlékezzenek ezekre a versekre, és én úgy gondolom, hogy Komlóskát és Hattinger Gábort úgy tudják képviselni, ha ezt a verset ők is tovább mondják, továbbadják, és talán azt a zászlót így tudják továbbvinni. Tehát még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek, kérem, hogy emlékezzenek meg Gáborra, szeretettel gondoljanak rá, és legyenek büszkék rá, mint nagyon nagy ruszin költőre, aki Komlóska szülötte. Köszönöm szépen! Kérem, hallgassuk meg a komlóskai gyermekek ajkáról Hattinger Gábor verseit, illetve verseinek egy-egy részletét. Takasúnát ott a mácsa, topanka is ebésre csa, takúcsila itó mama, uval a szopa kékuma. Hattinger Gábor, Komlóska. Krászot a krász milliónkrát, Vernád a cerrász zempléna, Vábisma a preklénas. Kegymáz viedla, viezda, Viletjel szom, sznyezda. Opusztil szom, toje hori, Dnyes viem, Jeto krivda zrada, Ktorá boli, akolet bez krigla. Gyegyinszke ulicski, gyecva, us utyisli, poti hodníko, pometi. Ksebe szoscem vrátit, azosztat noveki, blazeni stej krászi. Vábisma a preklínas, vernád cera zemplína, Komlóska. Hattinger Gábor, Komlóska. Részlet. Ha egyszer szobrot állítasz nekem, nem miattam tett, hanem Komlóskáért, mert minden emlékmű példamutató.
belőled nem hiányzik a gyöngétség, az a bizonyos fenség, mitől méhedben megfogant a költő. Hát fenséged gyöngétség. Hattinger Gábor gyertyalánk. Erő szerettem volna lenni, mely bal lépéstől visszatart. Mosoly szerettem volna lenni, mely fáradt arcot simogat. Fény szerettem volna lenni, így szolgálni utadat, de látod, csak gyertyalánk vagyok, mely oltárodon elolvadt. A komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Iskolával kezdjük akkor, ahová szeptembertől két elsős, két másodikos, három harmadikos és egy negyedikes jár. Jelenleg ez az ország legkisebb iskolája. A gyerekeket felkészítette Timkó Rita intézményvezető és Szuromi Anita tanítónő. Villamossal mennék, mikor eső esne, cipőt sem pucolnék minden áldott este. Ellaknék én benned, nagyváros, nagyváros, mert a mi kis falunk sokszor bizony sáros. De van egy hű kutyám, s két kicsi bárányom, búsulnék, ha tőlük el kellene válnom. Talán még sírnék is, ha senki sem látja, s ki járna helyettem a mi iskolánkba. Nagyváros, nagyváros, ne csábíts te engem, maradok holtomig itt, ahol születtem. Szúnyog lakodalom. Szúnyogéknál esküvő lesz márfa, félrehez megy a szúnyog mama, kicsi Mari lánya. Szúnyog Marit szúnyog bandi feleségül kérte, csiga húzta gyaloghintón, érkezett ő érte. Az étlapon turista és horgász vér szerepel, összecsípve minden embert, a násznék ünnepel. Állatovi, ezt beszélik, ezt hallani, megnyitott az állatovi. Kölyök állat, ó, de mennyi, mégsem szeret oda járni. A kis boci anyjáért sír, hideg a tej, inni nem bír. Apró csikó nyerít kapar, azonnal sétálni akar. Sündisznócska dúl, fúl és szúr, kibántak velem cudarul. Malacka meg gödrött úr, visít, hogy itt ő az úr. A kis kutyus folyton ugrál, ki kiborul a kutyatál. Csiga gyermek sírósan áll, nincsen jobb a csiga háznál. Nyuszi fújog, nem kell kenyér, ebédre nagy répát remél. Cirmicica szundít henyél, azt nyávogja, csendben legyél. Izgalmas az állatovi, szeretnél bekukucskálni? Ha a címét szeretnéd tudni, neked kell azt kitalálni. Csalivers, erő szélén hiszed-e, megbotlott egy cinege, belebotlott ányikába, azóta fáj pici lába. Vakon lakik ott a fán, fészket rakva a kalapán. Tóban úszik a csiga, házán mossa, az bizan. Pony mosírozik a réten, kukasz kukorékol éppen. Lépeget a pióca, rálépett egy disznóra. Rókát kergent ma anyul, a csikóhal is megvadul, patkójával nagyot rúg, víz alatt egy darázunk. Amott repül fenn a béka, gólyát kerget a zsombékba, de a gólya menekül, s nagy fű alatt elterül. Fűszállakon odúvár, ott lakik benne a szamár, ha lehiszed, bemehetsz, ha nem, akkor kinevetsz.
kecske szokás, kecskeképzőiskolában főtan tárgyalagel is, elméleti vizsga után jön az éles bevetés. Kinterítenne kilátnak falni a tananyagot, egy-kettőre kiderül most kikalusták a nyagok. Mert aki itt jól teljesít, abból lesz a szak állat, viselheti büszke szíve szép kecske szakállat. Állapítsuk meg itt még ma, ebbi halból lesz a béka. Ő a világ nagy csodája, és a gólya vacsorája. Állapítsuk meg most rögtön, madaraknak nem kell börtön, szálljanak csak a világba, nagy az égbolt kalickája. Állapítsuk meg most tüstént, a sündisznó visel tüskét. Ez a normális ruhája, télen-nyáron ezt strapálja. Állapítsuk meg, mert meg kell, a gorilla majdnem ember, s mert hatalmas félnek tőle, kár, hogy kevés van belőle. Állapítsuk meg itt menten, a giliszta nincsen rendben. Ha megnézzük őt komolyan, elől-hátul ugyanolyan, ebből ered, az is lehet, a járása hátra, mert a giliszta mégis így jó, olyan, mint egy mini kígyó. Állapítsuk meg azonnal, nem dobozban él a tonhal, az óceán a hazája, s nem a halász a barátja. Állapítsuk meg hát végre, a versemnek itt van vége. Hol van Plecsa, Kolina, Palce, Kolina, Palce, Kolina, Palce? Hol van Plecsa, Kolina, Palce, Ocsi, Uha, Pészok, Nisz, Kof, Sutek, Niumfusz, Niumfusz, Kof, Sutek, Niumfusz, Niumfusz, Augen, Uren, Nazemun, Kof, Sutek, Niumfusz, Niumfusz, Head, Shoulders, Knees and Toes, Knees and Toes, Head, Shoulders, Knees and Toes, Knees and Toes, Eyes and Ears and Mouth and Nose, Head, Shoulders, Knees and Toes, Knees and Toes. Jól vigyázz, kicsi kéz, mit teszel? Jól vigyázz, kicsi kéz, mit teszel? Mert a te jó atyád a mennyből nézel. Jól vigyázz, kicsi kéz, mit teszel? Jól vigyázz, kicsi láb, hova lépsz? Jól vigyázz, kicsi láb, hova lépsz? Mert a te jó atyád a mennyből nézel. Jól vigyázz, kicsi láb, hova lépsz? Jól vigyázz, kicsi szem, mit figyelsz? Jól vigyázz, kicsi szem, mit figyelsz? Mert a te jó atyád a mennyből nézel rád. Jól vigyázz, kicsi szem, mit figyelsz? Jól vigyázz, kicsi fül, mit fülelsz? Jól vigyázz, kicsi fül, mit fülelsz? Mert a te jó atyád a mennyből nézel rád, jól vigyázz, kicsi fül, mit fülelsz. Jól vigyázz, kicsi száj, mit beszélsz. Jól vigyázz, kicsi száj, mit beszélsz. Mert a te jó atyád a mennyből nézel rád, jól vigyázz, kicsi száj, mit beszélsz. Jól vigyázz, kicsi szív, mit hiszel. Jól vigyázz, kicsi szív, mit hiszel? Mert a te jó atyád a mennyből nézel rád. Jól vigyázz, kicsi szív, mit hiszel? Kulturális műsorunkat a Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Bölcsödével és óvodával folytatjuk, ahová 3 bölcsödés és 7 óvodás gyermek jár. Kérem, fogadják őket nagyon nagy szeretettel. A gyermekeket felkészítette Nagy Marina óvodavezető és Tóth Zsuzsanna óvónő.
Köszönjük szépen az óvodásoknak a színvonalas műsort. Most pedig a komlóskai ruszin nemzetiségi népdalkör következik. A mostani felállásban
30 éve működik ez a pávakör. Számos tévé és rádió műsorban, hazai és külföldi rendezvényeken léptek fel. Több arany és ezüst minősítést értek el, és Póta, valamint Hodinka díjat is kaptak. Nem akarok kis faludba asszony lenni, nem akarok két tarot közt megpihenni. Elrabolták pici szívem dobogását, elrabolták kökény szemem ragyogását. Gyógyíthatom a szívemet, hogy ne fájjon. Leszek én még boldog kislány e világon. Kapok én még valakitől páros csókot. Ne gondold, hogy te adtad a legutolsót. Jaj, de szépen harangoznak a toronyba. Gyere, babám, most menjünk el a templomba. A jó Isten letérdelve arra kérem, hogy te legyél aranyos kis feleségem. Fennmászott a kakas.
rám az egész világ. Irigyeim, hagyjátok szeretni, hagyjátok a szememet rávetni. Rá van szokva a szemem a nézésre, gyönge karom a szép lány ölelésre. Szomszéd asszony,
Együttes következik. Zsuzsa Hovó néni 2015. februárjában súlyos autóbalesetet szenvedett. Az egész ország izgult a felépüléséért. Megígérte, ha felépül, táncol a falunapon. Fogadják most őket nagy szeretettel. Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit! Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Tóth György vagyok, Tóth Zsuzsa Hovó néninek az apukája. Már régóta vártam ezt a percet, hogy eljöhessek ide, és személyesen köszönetet mondjak a falu vezetésének, illetve minden lakosának azért a sok szeretetért és segítségért, amit a kislányom balesete alkalmával, illetve a fellépülésének az időszak alatt nyújtottak neki. Éreztük végig a szeretetet és az összefogást, az összetartozást. Nagyon-nagyon ritka az olyan közösség, ahol ennyire kiállnak egy tulajdonképpen egy külsős idegen emberért. Ez nekünk egy nagyon-nagyon nagy segítség és erő volt az elmúlt években. Úgyhogy még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm önöknek a szeretetüket, a segítségüket, a támogatásukat. Ennek fejében engedjék meg, hogy a Zsuzsa táncos társai, vagy illetve volt társai nyújtsanak szintén Zsuzsa és az együttes nevében ajándékul egy műsorszámot. Kérem, fogadják őket szeretettel. Sötét és semmi voltak, én valék. Kietlen, csendes, lény nem lakta éj, és a világot szültem gyermekül. Megszűnt a régi alvó nyugalom, a test megindult, tett az új erő,
s tettekkel és mozgással gazdagon megnépesült a puszta tér s idő, s mint egy menyasszony szépen és vidáman virágruhába öltözött. Thank you.
kinek öntője, nyáma megint kinek mit szeretője. Táncot az Avas Néptánc Együttesnek, most pedig a Szerencsény Árutóklub fog következni. Ők nyugdíjasok közössége, akik beleszerettek Komlóskába és rendszeresen szervezik hozzánk kirándulásaikat. Fogadják őket nagy-nagy szeretettel. Tisztelt polgármester úr, kedves komlóskaiak és vendégek! Polgármester úr meghívására nagy-nagy szeretettel és örömmel jöttünk Önökhöz. A Szerencse Nyárutó Klub Ne Felejts Népdal köre vagyunk, már 15 éve énekelünk. Eleinte csak saját szórakoztatásunkra, majd amint megismertek bennünket, egyre több fesztiválra, falunapra hívtak énekelni. Mára már hivatalosan is népdalkör vagyunk, tavasszal ugyanis a népdalkörök területi megmérettetésén kiváló minősítést szereztünk. Mai műsorunk az ott elhangzott dalcsokorból áll. Elsőként Sivák bácsi gyűjtéséből,
borsodi szerelmes dalokat énekelünk, a második népdalcsokor Budai Ilona gyűjtéséből válogatás. Majd a műsorunk végén, az önöknél kiosztott papírokon együtt fogunk énekelni. Yeah.
ennek a regénynek, ennek a regénynek utat mutassatok. Mutassatok utat ebben az erdőben, vagy a szép szerencsét, vagy a szép szerencsét. Most pedig elénekeljük önöknek azt a dalt, amit papírokon kiosztottunk. Remélem a fülükbe megy a dallam, és utána közösen próbáljuk meg elénekelni, jó? De szeretnék csillag lenni az égen, kis komlóskán végig sütnék keményen, meglátnám, hogy kis ég áll a faluba, ki beszél a babámmal a kapuba. Este-este ne szerelmesked este, ne szerelmes lányal voltam az este, rám hajott a mazsar rúzsa levele, babám karján adottam el az este. Sűrű csillag szépen vagyok az égen, ahogy én karám, szénák kaszál a lépem, szénák kaszál, szépeket elóvának, jó éjszakát köszönök a babámnak. Na most próbáljuk meg együtt, és szeretném önöket is hallani, mert mi el fogunk hallgatni. Jó, kezdjük akkor. De szeretnék rajta. De szeretnék csillag lenni az égen, kis komlóskán mégis sütni keményen, meglátnám, hogy ki sétál a faluba, ki beszél a babámmal a kapuba. Este, este, de szeretnék csillag lenni az égen.
Köszönjük szépen! Köszönjük a babának! Jó éjszakát köszönjük a babának!